Kayla világ életében családos emberként képzelte el magát. Egy éves koromban apám gyilkosság áldozata lett. Hiánya rányomta a bélyegét az életemre. Magányos és nehéz gyermekkorom volt. Anyja próbált úrrá lenni a helyzeten. Megtette, ami tőle tellett, de sajnos a drogok, az alkohol, a nem megfelelő férfiak társasága rossz befolyással volt rá. Nem volt jelen igazán. Gyerekként folyton attól féltem, hogy ő is otthagy, ahogy apám tette. Rettegtem az egyedülléttől. Kortársai megértették, de nem mindig barátkozott a megfelelő emberekkel. Hatodikas korára marihuánát szívott, és rendszeresen leitta magát. A füvezés és az ital miatt gyakran verekedtem. Lógtam a suliból, és haragban álltam az egész világgal. Nyolcadikban egy verekedés miatt dühkezelési terápiára küldték. Emlékszem, mondtam a tanácsadónak, hogy szeretném, ha lenne gyerekem. Megkérdeztem, miért? Én azt válaszoltam, hogy szeretném, ha lenne valaki, akit szerethetek, és aki szerethet engem, és senki nem tudná ezt elvenni tőlem. Szerettem volna egy igazi családot, ami nekem nem adatott meg. 14 évesen Kayla teherbe esett, de a dolgok máshogy alakultak, mint ahogy képzelte. Összeköltözött barátjával, aki érzelmileg és fizikailag is bántalmazta őket. Csapdába esett. Párszor próbáltam lelépni, de nem engedte. Megfenyegetett, hogy megöl, ha elhagyom. Bár az igazat megvalva nagyon torz kapcsolat volt. Rettegtem, hogy nem leszek képes életben maradni, ha kilépek belőle. A fiú metamfetamin függő volt. Kayla az erőszak ellen a közös drogozásba menekült. A kristály metamfetamin mindent elvett tőlem. Az önbecsülésem maradékát is. Semmit nem hagyott. Teljesen elhagytam magam. És úgy gondoltam, hogy mivel rossz dolgokat csináltam, megérdemlem, hogy rossz dolgok történjenek velem. A következő pár évük a drog és az erőszak jegyében telt. Mire 23 éves lett, már 5 közös gyermekük volt, akiket a drog miatt teljesen elhanyagolt. Kit érdekelt akkor már a család? Teljesen közömbös voltam az iránt, mit gondolnak, mit éreznek a gyermekeim. Az űrt a szívemben alkohollal és droggal próbáltam betölteni. 25 éves korában életvitelük miatt elvesztették a szülői jogaikat, mind az 5 gyermekük felett. Nem akartam tovább élni. Utáltam az embert, akivé váltam. Gyűlöltem a tetteimet. Ami fontos volt, elveszítettem. Miután a gyermekeit elvesztette, Kayla otthagyta a barátját is. Szeretett volna megváltozni, de nem tudott megszabadulni a kábítószertől. 2 év próbálkozás után egy ismerőse javaslatára felkeresett egy keresztény elvonóközpontot. Ott hallott először Jézusról. Pár hónap múlva egy vendégprédikátoron keresztül szólt az Úr a szívéhez. Nem is emlékszem, mit mondott pontosan aznap Jézusról. Arra sem emlékszem, miért akartam befogadni őt a szívembe, de tudtam, hogy Jézus jó. Ő a szeretet, és segíteni fog nekem. Így hát befogadtam őt aznap a szívembe. Éreztem, hogy elfogadott és szeretett ember lettem. Ekkor kezdtem elkezdeni megérteni, mit tett Isten értem. Egy másik program segítségével szabadulást és gyógyulást nyert Jézus Krisztusban. Ekkor lett a szívem teljesen tiszta, megbocsátással és szeretettel teli. Első alkalommal elfogadtam, és megszerettem Jézust. Másodszorra megszabadított, és meggyógyított. Ezért még jobban megszerettem őt. Kayla azóta is szabad a függőségektől. Láthatási jogot kapott a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekei látogatására is.
Amikor a gyermekeimmel vagyok, beszélek nekik Isten szeretetéről. Bátorítom őket az Istentől kapott szeretetemen keresztül. Amikor velük vagyok, végre az a nő és anya lehetek, akit számukra Isten tervezett az elejétől kezdve. Kéla időközben megházasodott, Isten helyreállította az életét. Minden álmomat beteljesítette. Kaptam tőle egy szerető férjet. Édesanyám is megszabadult a függőségekből. A szívemben béke van. Nem egyedül kell megoldanom az életemet. Hiszem, hogy ha továbbra is benne bízom, minden szükségemet be fogja tölteni.